Ittatok már 10 éves somlóit? Mert nekem most az van a poharamban. Ritka pillanat, meg kell becsülni. Tud Barnabásnak hívják az urat, aki készítette, nem borász. Néhány évtizeddel ezelőtt járta az országot, kereste a legjobb borvidékeket, aztán egyszer megérkezett a Somlóra, és soha többet nem akart onnan elmenni. Vásárolt egy 0,6 hektáros kicsi birtokot, amin csak furmint és házlevelőterem, és azóta is ott gazdálkodik. Barnabás Pince, úgy hívják őt. Az első palackozott évjárata a 2011-es volt, és amikor legutóbb nála jártam, kaptam egy palackot ebből a borból. A 2011-es házlevelő. Én nem tudom, hogy van-e még valakinek, de hogyha van, akkor nagyon becsülje meg. És most figyeljetek, mert ritka pillanat, kinyitottam. A színe csodálatos aranysárga, még a lemenő nap is nagyon sokat szépít rajta, de azért látható, hogy a napfény nélkül is csodálatos. Ha beleszagolunk, még lehet érezni egy pici propoliszos mézességet benne, nagyon szép, és ugyanakkor van benne egy nagy adag gyógynövényesség és egy pici só, csak mert Somlón vagyunk. Az íze is gyógynövényes. Fú, nagyon szép. Összetett, gazdag, sós a vége. Mintha követ innék, persze, nyilván bazalt, de annyira klassz, annyira együtt van, hihetetlen, hogy 10 éves a bor. Ez még 10 év múlva ilyen lesz. Csak attól tartok, hogy már nem nagyon lesz belőle. Örüljünk annak, hogy van egy ilyen csodálatos borvidékünk, ahol ilyen fantasztikus borok születnek. Menjetek el a Somlóra, csodálkozzatok rá mindarra, ami ott terem, és látogassátok meg Tóth Barnabást. Hát, ha mutat még nektek egy-két titkot a pincéjéből. Egészségetekre!